Herman Otto alig volt 30, amikor először úgy érezhette, hogy a révbe ért. Azt csinálta, amit szeretett, és az a nő szerette, akit ő is szeretett. Előbbit egy kitömött albínó pacsirtának, utóbbit nagyot hallásának köszönhette. Hogy is volt ez? Elsősorban szerelem. Katona évei után Herman Kőszegen élt. Itt ismerkedett meg Csernel Kálmánnal, aki a mentorává lett. Hírét vették, hogy a Kolozsvári Erdélyi Múzeum igazgatója Brassai Sámuel pályázatot írt ki konzervátori állásra. Herman pályázatával, Csernel ajánlólevelével együtt elküldött egy kis kitömött albino pacsirtát és egy hermelint. A kis állatok postázása a sikerhez vezetett. Herman elnyerte az állást. Így írt el, hogy végre azzal foglalkozott, amivel mindig is szeretett. Vagyis révbe jutott. Herman Otto nagyon örült, hogy végre Kolozsvárra költözött, és örömmel vetette bele magát a város pezsgő kulturális életébe. Még színházba is járt. Ez a fura kinézetű pasi azonban nagyot hallott. Ezért mindig a színház első sorába foglalt magának helyet. Jászai Mari alig 20 éves volt, amikor megkapta élete első szereplési lehetőségét a Kolozsvári Színházban. Kijött a színpadra és játszott. De hogy? Hát innovatív volt, de a kolozsvári közönség ezt egyáltalán nem értékelte. Majdnem botrányba fulladt az előadás. De akadt az elsősorban valaki, aki végig biztatólag nézett rá. Vajon azért-e, mert Herman Ottónak félig süket lévén minden szavára koncentrálni kellett, vagy azért, mert tényleg ennyire lenyűgözte a színésznő heves játéka, nem tudni. Minden esetre az ő tekintetébe kapaszkodva Jászai Mari folytatta az előadást. Így a majdnem botrányból zajos siker lett. A biztató tekintetből pedig szerelem szövődött. Herman Otto egy évvel később megtudta, hogy Jászai Marit Pestre szerződtetik. Mivel az életét mindenképpen vele képzelte el, gyorsan meg is kérte a kezét. Méghozzá levélben. Jászai Mari elég frappánsan válaszolt. Röviden ennyit írt vissza. Igen. Aztán eljött a búcsú ideje. Búcsúzásnál úgy szorították egymást már-már a fájdalomig, mintha soha nem akarnának elválni. Aztán Jászai vonatra szállt. Jászai Mari fél évszázaddal később visszaemlékezéseiben így írt. És mire Pestre értem, akkorra kiábrándultam belőle. És egy ostoba levél kíséretében betettem a jegygyűrűjét a múzeumi lakása ablakán. Szerelmi csalódását Herman Otto 20 év alatt heverte ki.